Andy Wegner élete végéig a tenyerén hordozta 38 évvel fiatalabb feleségét, Wegner Tímeát. Sokan találgatják, mi lesz ezután anyagilag az özveggyel. Folytatódhat az a meseszerű, fényűző életmód, amit a közösségi oldalán láthattunk eddig. A Bors értesülései szerint Wegner Tibi teljesen el van veszve, amióta szeretett férje elhunyt. Mint azt a Blick is megírta, Andy Wegner 74 éves korában hunyt el, január 20-án, hosszas betegség után. A filmügyi kormány biztos halálával rengeteg probléma szakadt Wegner Tími nyakába, egyik barátnője pedig azt állítja. Luxusautójának elvétele után nem sokára a hatalmas házból is ki kell költöznie az özvegynek. Amíg Amerikában volt, az Audi terepjáróját visszavették tőle, mert az egy cég tulajdona. Most Andy egykori autójába kellett átülnie. De ami ennél is nagyobb probléma számára, hogy július 1-én lejár közös otthonuk bérleti szerződése, úgyhogy hamarosan el kell hagynia a házat, amelyhez rengeteg szép emlék köti. Mondta a Borsnak a bennfentes Wegner Tími barátnője, aki a neve elhallgatását kérte, a lapnak továbbá azt is elárulta, hogy Andy Wegner halálával Tími nem csak a lelki társát, de azt a pompát is elvesztheti, amelyben eddig élt férjének, a filmügyi kormánybiztosnak köszönhetően. Az Informátor hozzátette, úgy tudja, Wegner Timinek nincsen félretett pénze, úgy tudom, nincsen. Sürgősen lejjebb kell adnia az eddigi igényeiből, mert a jelenlegi helyzet szerint egyszerűen nincs más választása. Mondta a Borsnak a barátnő.